Jelentős károk, hatalmas vihar érte el térségünket kedd este. A hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadék még ma reggel is gondot okozott. Gyorsabb betegellátás. Átadták a Nyíregyházi József András Oktató Kórház gyermekgyógyászati tömbjének tetején kiépített helikopterleszállót. Oktatási fejlesztések. Több mint 2000 milliárd forintot fordítanak jövőre a teljes oktatási rendszerre. Kiemelt cél a digitális írástudás javítása. Hatalmas vihar érte el térségünket kedd este. A hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadék még ma reggel is gondot okozott. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A legnagyobb károk Nyíregyházán keletkeztek. Elsősorban mély garázsokat, pincéket öntött el a víz. Több helyen villám csapott le, járművek akadtak el a hömpölygő vízben, és útra borult fák, faágak okoztak forgalmi akadályt. Már a vihar első órájában közel 100 bejelentés érkezett a katasztrófavédelemhez. Ezek a felvételek kedd este készültek Nyíregyházán, több utca járhatatlan volt, még autóval is nehézkes volt a haladás a hömpölygő víz miatt. A nagy mennyiségben lezúduló csapadék utat tört magának, alaksorokba, pincékbe, garázsokba ömlött a víz, így jelentős károk keletkeztek, többek között a Nyíregyházi víz utcán is. Itt szerda reggel 9 órakor még több ingatlannál dolgoztak a katasztrófavédelem munkatársai. Az utcai lefolyóba vezették el a házakból, pincékből szivattyúzott esővizet. Marika néni ma reggel érkezett családja ingatlanába, itt a pincében hatalmas víztömeg állt meg, így ő is kérte a szakemberek segítségét. Reggel, hogy ide jöttem, akkor vettem észre, hogy áll a víz a pincébe, teljesen a lépcső, hát egy fok maradt csak a többi, hát egy másfél méter víz a pincébe teljesen. Mikor szóltak a tűzoltóknak? Hát akkor rögtön, már itt voltak a 7 számnál, és akkor szóltam nekik, hogy nézzék már meg ezt is, mert hát így na, megijedtem szinte, hogy mi van. Éjjel nem gondoltam, hogy ekkora eső, csak a nagy dörgés, villámlás. Ez sajnos, ez történt. A vihar miatt több helyen fák dőltek a villanyvezetékekre és házakra, a kiborult fák és letört faágak pedig forgalmi akadályt okoztak. Az ilyen esetekben is segítettek a katasztrófavédelem szakemberei. A villám is okozott épületekben károkat, így ledőlt kéményekhez vagy kigyulladt lakóházak tetőszerkezetéhez kellett beavatkozniuk. Egyébként Nyíregyházára összpontosult a legtöbb segélyhívás és segélykérés, illetve kárfelszámolás. Itt jellemzően a belvárosban történtek nagyobb pince, illetve mély garázs elöntések, ahol vízszivattyúzással kellett segíteni a lakóknak. Egyébként a fakidőlések pedig akár a Betlen-Gábor utcát tudnám említeni, akár a Rákóczi utcát. A Rákóczi utcán például egy villanyvezetékre és egy lakóházra dőlt egy nagyméretű fa, de a kórház közben egy kidőlt fa, egy lakossági gázcsonkot is megsértett, itt a kiszabaduló gázt kellett megakadályozni a tűzoltó egységeknek. Itt elszorították, illetve biztosították a helyszínt a gázszolgáltató szakemberének a kiérkezéséig. Nyíregyházán több közintézményt elöntött a víz, az egészségügyi főiskolánál, a múzeumnál is akadt ennivaló, de a NAV alaksorában is állt a víz. A Váci Mihály Kulturális Központnál pedig a pincét öntötte el a víz. Ott voltak az áramellátáshoz szükséges berendezések, így a központban több rendezvény, előadás marad el. A tegnap esti vihar következtében sok gépkocsi veszítette el a város területén a rendszámát. A rendőrök az éjszaka folyamán mintegy 50 rendszámot megtaláltak, amelyek átvehetők a Nyíregyházi rendőrkapitányságon. Azokat a rendszámokat, amelyekért nem jelentkeznek, a jövő héten elküldik az illetékes okmányirodának. Átadták a Nyíregyházi József András Oktató Kórház gyermekgyógyászati tömbjének tetején kiépített helikopterleszállót. A legmodernebb berendezésekkel felszerelt leszállópályát rendkívüli helyzetben éjszaka is használhatják a mentőhelikopterek. Az átadáson az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, a fejlesztéssel gyorsabbá és biztonságosabbá vált a betegellátás a kórházban.
Ez a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. Kampányfilmje, amelyen a légimentést mutatják be. A felvételeken jól látszik, hogy mennyire meggyorsítja a betegellátást, ha a kórházak területén épül ki a leszállóhely a mentőhelikopterek számára. Eddig a légimentők közvetlenül nem tudtak leszállni a megyei kórház területén. A helikopterek egy közeli füves területen landoltak, innen mentőautóval szállították a betegeket a gyógyintézménybe. A Józsa András Oktató Kórházban most átadott 400 négyzetméteres leszállóhely ezt a régi problémát orvosolja. Ezzel a helikopter leszállóval tulajdonképpen azt a célunkat tudjuk, hát hogy mondjam, teljesíteni, hogy a beteget megfelelő körülmények között, tehát ugye egy akár egy ellátott traumatológiai esetet, vagy akármilyen más esetet már a helikopterben is biztosítva van az ellátása, és az a szintű ellátást tudjuk tovább biztosítani itt a sürgősségi osztályunkon, illetve a traumatológiai állomáson. Eddig is Nyíregyházán évente körülbelül 20 gép érkezett, nem itt a kórház területére, azonban azt gondoljuk és várjuk, és hát hogy mondjam, a statisztikai adatok azt bizonyítják, hogyha van egy hely, ahova lehet leszállni, akkor ezt igénybe is fogják venni, úgyhogy növekvő számban várjuk az eseteket, a földi személyzet biztosítva van, megtörténtek a képzések. Az ünnepélyes átadáson az egészségügyért felelős államtitkár beszédében azt mondta, a fejlesztése a 16,1 milliárd forint összértékű több kórház beruházás utolsó eleme, amelynek segítségével gyorsabbá és biztonságosabbá válik a betegellátás. Volt egy végül is berendfejezett álmunk, ugye azt szerettük volna, hogy a régió központ az európai színvonalon működhessen. Elkötöttünk több mint 16 milliárd forintot, és a csúcsdíszre nem került még sor, hogy átadhassuk, és ezzel a mai lépéssel, azaz, hogy végre kapott engedélyt leszálló pálya működésre, ezzel tulajdonképpen a 16,1 milliárdos beruházásnak a csúcsdísze készült el. Ez pedig nem azért fontos, hogy ez szép legyen, hogy csúnya legyen a beruházás, hanem azért fontos, mert a betegek ellátása lesz sokkal gyorsabb, hogyha a leszálló pálya a kórház területén fog működni. A gyermekgyógyászati tömb tetején kialakított, a legmodernebb fény- és biztonságtechnikai berendezéssel felszerelt heliport döntően nappal fogadja majd a mentőhelikoptereket, de rendkívüli helyzet esetén az éjszakai leszállásnak sincs akadálya. Tavaly egyébként 17, idén eddig 9 alkalommal vetettek be mentőhelikoptereket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Tanúszoda épült Tiszavasváriban, jelentette be a térség kormánypárti országgyűlési képviselője nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Mindenki győző elmondta, a kormány második körben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében két újabb járásközpontban, Tiszavasváriban és Kisvárdán biztosít állami forrást a beruházásokra. Országos szinten 10 milliárd 464 millió forintos keretből fejlődhet a köznevelési infrastruktúra, amelyben tantermek, tornatermek építése, bővítése és tanúszodák létesítése szerepel, tette hozzá a politikus. A választókerületemben Tiszavasváriban épülhet egy tanúszoda. Nagyon ráfér már erre a városra, és az ember ilyenkor nem is azt nézi, hogy mennyit kellett érte dolgozni, hanem majd milyen lehetőségeket rejt az ott élő emberek számára, az ott tanuló gyerekek számára, hiszen Tiszavasvári és környéke nem nagyon tudott hova menni tanúszodába, mert a környéken nincs ilyen, és mi kitűztük azt célul, hogy a következő generációk egészségesebben éljenek, gyerekkorban szeressék meg a mozgást, szokjanak rá a sportra. Több mint 2000 milliárd forintot fordítanak jövőre a teljes oktatási rendszerre. A 2018-as összeg kerete csaknem 120 milliárd forinttal több, mint idén, mondta Palkovics László oktatásért felelős államtitkára a pedagógus nap alkalmából tartott sajtótájékoztatóján. A pluszforrás jelentős hányada, ha a felsőoktatásra jut, mintegy 15 milliárdot fordítanak például egyetemi kutatásokra. Kiemelt cél a digitális írástudás javítása is. A központi régión kívüli iskolák informatikai fejlesztésére 45 milliárd forintot költenek majd. A következő évben csaknem 120 milliárd forinttal többet fordítanak a teljes oktatási rendszerre, mint idén. Többek között informatikai fejlesztéseket terveznek az iskolákban. Most asztali gépen tanulunk, de jobb lenne táblagépen, mert egyszerűbb használni és modernabb. Nem csak a diákok, a tanárok munkáját is segítheti a várt eszközfejlesztés.
A tanár pedig saját maga is készített anyagot, amely kiegészíti azt a munkát, amit végez, illetve színesíteti az oktatást, érdekesebbé, átláthatóbbá teszi. Ezeket az új számítógépeket 2016 óta használhatják ebben az iskolában. Huszár János informatika tanár szerint azonban további fejlesztések szükségesek ahhoz, hogy a diákok digitális írás tudása javuljon. Szeretnénk elérni, hogy minden tanteremben legyen digitális tábla, illetve a meglévő régi táblákat, projektorokat szeretnénk lecserélni, mert már több mint 10 évesek, és már nagyon a végét járják, hiszen minden órán használják a kollégák őket. És az alsós tantermeink azok, amelyek ebből még nincsenek úgy felfejlesztve, mint a felsős tantermek. Oda szeretnénk minél több digitális eszközt elhelyezni a közeljövőben. Illetve szeretnénk olyan laptopokat, táblagépeket, amit tudnánk az informatika órákon kívül más órákon is használni, hiszen most erre igazából nincs lehetőség az iskolába. Ma nálunk a tanulók csak az informatika órán találkoznak számítógéppel, úgyhogy ők is használják. Ezt szeretnénk elérni, hogy más órákon is tudják használni a digitális tudásukat, illetve az internetet. A pedagógus bérekre is több jut jövőre, a tanári életpálya modellből adódó 3,5%-os illetménynövelésre 45 milliárd forintot biztosítanak. Baleset történt ma délben Nyíregyházán a Simai úton. Egy híd elemeket szállító nyerges vontató és egy személygépkocsi ütközött össze. A felek nem tudtak megegyezni a felelősség kérdésében, ezért a rendőrség vizsgálja a baleset okát. Kinyitottak a strandok Nyíregyházán. Az idén már egy 5 csillagos fürdőkomplexumban kapcsolódhatnak ki a Nyíregyháza sóstóra látogatók. A részletekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Nyíregyházán készül a magyar férfi röplabda válogatott. Az argentin Juan Manuel Barrial által irányított csapat csütörtökön az ukrajnai Lvivbe utazik, ahol a hazaiak, valamint Dánia és Izrael társaságában az Európa Liga első fordulójában lép pályára. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Dajka László együttese az utolsó fordulóban hazai pályán 3-1-re verte a már kiesett Cigándot. Kinyitottak a strandok Nyíregyházán. Az idén már egy 5 csillagos fürdőkomplexumban kapcsolódhatnak ki a Nyíregyháza sóstóra látogatók. A Magyar Fürdőszövetségtől 5 évre kapta meg a minősítést mindhárom nyíregyházi fürdő. A védjegy garanciát nyújt a minőségi fürdőszolgáltatásra. Az elmúlt 2 hétvégén már csobbanhattak a nyíregyházi fürdők medencéjében a strandolók. Az időjárás kegyes volt, és a fürdőkomplexum bármelyik részén kikapcsolódhattak a vendégek. A minőségi szolgáltatásra szóló védjegyet, az 5 csillagot, a park, az élmény és a gyógyászati részleg is kiérdemelte. Az 5 csillag még több vendéget hozhat a fürdőnek, ahová eddig is szép számban érkeztek látogatók, mondta el nemrég 35 perc című műsorunkban Podlovics Roland vezérigazgató. Azért itt egy 10 hektáros ősparkról beszélünk. Hogy is fogalmazzak, hogy csak az öltöző kapacitásunkat a strandfürdőben 6000 öltöző kapacitás van, ez szekrényt jelent, illetőleg váfás vegyesen. Az élményfürdőben közel 1000 öltöző kapacitásunk volt, tehát ez a minimális létszám, ez egy idejűben tartózkodással. Nyilvánvalóan azért a fürdőzőknek van, akik korábban érkeznek, reggel már nyitáskor, és hát délután felé ők már elhagyják. Én azt mondom, hogy egy napi forgalomban azért a 8-9000 fő megfordulhat Nyíregyházán az élmény és strand és parfürdőben. Mennyit várunk, mi az a szám, amivel elégedettek lennénk. 2012-ben volt nagyon jó nyári időnk, és akkor közel 250 ezer vendéget fogadtunk június, július, augusztusban. Én mindig azt mondom, hogy a 12-es számunk abszolút elégedettek lennénk bármelyik évben. A fejlesztéseket úgy építették ki, hogy a három fürdő kiszolgálja a wellness és gyógyturizmust, a családok pedig akár egy egész hetet is meg tudnak tölteni változatos programokkal a sóstón. Az állatpark, a múzeumfalu közelsége és programjaik is segítik a tartalmas időtöltést. A gyógyfürdők idén is megrendezik szokásos programjaikat, a sóstófesztet a tófürdőn, de lesz országos strandfoci bajnokság és modellvitorlás verseny is a csónakázó tavon. Hamarosan elindulhat a szállodaépítés is Sóstón. A 122 szobás 4 csillagos szállodát összeépítik a fürdővel.
Nyíregyházán készül a magyar férfi röplabda válogatott. Az argentin Juan Manuel Barrial által irányított csapat csütörtökön az ukrajnai Lvivbe utazik, ahol a hazaiak, valamint Dánia és Izrael társaságában az Európa Liga első fordulójában lép pályára. A négy csapat a jövő hét végén Nyíregyházán méri összetudását. A magyar férfi röplabda válogatott április végén Dunói városban kezdte el a felkészülést. Azóta a csapat túl van egy hazai és egy svédországi tornán, valamint egy Tallinnban megrendezett világbajnoki selejtezőn. Utóbbi nem sok babér termett a nemzeti csapatnak, amely számára az Európa Liga sorozat az év fő versenye. Az elmúlt hétvége óta Nyíregyházán készül a 15 tagú keret az argentin Juan Manuel Barrial irányításával. A szövetségi kapitány szerint tovább juthatnak a rajtuk kívül Ukrajnát, Dániát és Izraelt felvonultató csoportból. Seguramente que habíamos el sueño de cualificarci. Természetesen a továbbjutás a cél, a négy közé jutás. Ha visszagondolok, az egy hónappal ezelőtti indulásnál nem voltunk ennyire optimisták, de láttam, hogy a srácok hogyan dolgoznak és milyen teljesítményt nyújtanak a pályán. Így mindenképpen optimista vagyok, és bízom magunkban, hogy jó eredményeket érhetünk el. Persze ahhoz az is kell, hogy a játékosok elhiggyék, hogy lehet nyerni. Meg kell tanulni nyerni, és ha fejben ott vagyunk maximálisan, akkor nem lesz semmi gond. A magyar válogatott legmagasabban jegyzett játékosa, Pádár Krisztián, a legutóbbi szezont a dél-koreai első osztályban töltötte, ahol csapatonként csak egy légió szerepelhet. Szülban játszottunk, az edzőtábor maga Incheonban volt, a kettő között hát egy órás távolság volt busszal, oda csak a mérkőzések előtt mentünk edzeni, illetve a mérkőzéseinket játszottuk ott, a nézőszám miatt tették át a fővárosba a mérkőzés helyszínt. Színvonal ott kimondta jó, 5-6 ezer szurkoló volt már a végén minden egyes mérkőzésünkön. Az edzőcsarnokunk is hát egy olyan 4-5-szer akkora volt, mint ez itt Nyíregyházán, csak ahol edzettünk. Minden körülmény adott volt, de szükség is volt rá az edzés mennyiség mellett. A magyar csapat vezetője, a nyíregyházi Veres Péter a felkészülés kezdete óta dolgozik a válogatott mellett. Egy hónap idő elteltében most már tényleg úgy megszoktam, hozzászoktam, de tényleg még egyszer kiemelem, hogy nekem ez egy nagy megtiszteltetés, hogy felkerek erre a státuszra, erre a címre. Én is, mint az edző, hogy előttem elhangzott, én is optimista vagyok, mert tényleg, ahogy indultunk az edzőtáborba, nem is volt teljes keret a csapat, nem is voltunk teljes kerettel, de azóta csatlakoztak hozzánk játékosok, meghatározó játékosok, tényleg nagyon jól dolgoznak, nagyon meg vagyunk velük elégedve. Én nagyon bizakodó vagyok, én nagyon-nagyon hiszek bennük, és én bízom tényleg, hogy végre, nem tudom hány év után valami komoly eredményt el is tudunk érni. A magyar csapat csütörtökön az ukrajnai Lvivbe utazik, ahol a hazaiak, valamint Dánia és Izrael társaságában az Európa Liga első fordulójában lép pályára. A négy csapat a jövő hét végén a Continental Arénában méri összetudását. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Dajka László együttese az utolsó fordulóban hazai pályán 3-1-re verte a már kiesett Cigándot. A Spari végül 14 győzelemmel, 8 döntetlennel és 16 vereséggel a 12. helyen végzett a 20 csapatos mezőnyben. Nem úgy alakult a Nyíregyháza Spartakusz számára 2016-2017-es szezon, ahogyan azt a csapat vezetői, játékosai és szurkolói elképzelték. A bajnokságot Mátyus Jánossal kezdő együttes a 10. fordulót követően még az élen állt az NB2-ben, aztán következett egy gyengébb széria, amelynek következményeként Weber György ült le a kispadra. Végül mégsem vele fejezte be a bajnokságot a Spari, ugyanis a vezetőség az utolsó 8 fordulóra Dajka Lászlót bízta meg a szakmai munka irányításával. A nyíregyházi gárda végül 50%-osnál gyengébb mérleggel, negatív gólkülönbséggel a 12. helyen zárt, a szurkolók számára legfeljebb az jelenthetett vigasz, hogy a csapat a zárófordulóban 3-1-re legyőzte a Cigándot. Nyilván az, hogy nyertünk, az egy nagyon jó dolog, de azért van bennünk némi hiányérzet itt a szezon közben, nem is kevés. Hiszen nem így indultunk a szezonnak neki, úgy gondolom, hogy ősszel ott voltunk a tabella első felében, vezettünk is, aztán nem úgy jöttek sajnos az eredmények, ahogy szerettük volna. Egy nagyon hosszú szezon volt, úgyhogy nem úgy alakult semmi idén, ahogy azt elterveztük. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy jövőre tényleg azt a Sparit fogják látni majd a szurkolók, akit megérdemelnek, és amit mi is szeretnénk.
A csapatkapitány végül 9 gólig jutott és 11 gólpaszt osztott ki társainak. Ezzel Rudolf Gergely lett a legeredményesebb nyíregyházi játékos. Én úgy érzem, hogy én megtettem mindent, amit tőlem telt. Nyilván voltak mérkőzések, ahol esetleg nem úgy ment, vagy nem úgy sikerült a játék. Itt gondolok arra főleg, hogy olyan mérkőzéseket vesztettünk el, vagy hoztuk döntetlenre, ami már a kezünkben volt, úgyhogy szeretnék tovább fejlődni, tovább javulni még, mert van hova. Úgyhogy de a jövőben is én ezt várom magamtól, és természetesen mindent megteszek a Spariért, hiszen itthon vagyok, és számomra ez fontos és szívügyi kérdés, hogy a Nyíregyháza újra NB1-es tudjon lenni, újra NB1-es legyen, és már bízom abban, hogy ez akár jövőre is bekövetkezhet. Úgyhogy várjuk a változásokat, hogy milyen változások lesznek. Jelen állás szerint alaposan átalakul a Spari játékos kerete. A keddi szezonzáró ebéd után elkezdődtek a tárgyalások a játékosokkal. Amíg élő szerződéssel rendelkező futballisták közül megfelelő ajánlat esetén távozhat Harsányi Zoltán, Máté Péter, Tamási Zsolt, Cisza Tibor, Úr László és Vámos Márk. A lejárt szerződésű labdarúgók közül biztosan nem marad a klub játékosa Dvorsák Gábor, Pálinkás Gergő, Perger Bence és Törtei Tamás. Utóbbi a klub utánpótlásánál edzőként folytatja pályafutását. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Hatalmas vihar érte el térségünket kedd este. A hirtelen nagy mennyiségben lezúduló csapadék még ma reggel is gondot okozott. A legnagyobb károk Nyíregyházán keletkeztek, elsősorban mélygarázsokat, pincéket öntött el a víz. Több helyen villám csapott le, járművek akadtak el a hömpölygő vízben, és útra borult fák, faágak okoztak forgalmi akadályt. Átadták a nyíregyházi József András Oktató Kórház gyermekgyógyászati tömbjének tetején kiépített helikopterleszállót. A legmodernebb berendezésekkel felszerelt leszálló pályát rendkívüli helyzetben éjszaka is használhatják a mentőhelikopterek. Az átadáson az egészségügyért felelős államtitkár azt mondta, a fejlesztéssel gyorsabbá és biztonságosabbá vált a betegellátás a kórházban. Több mint 2000 milliárd forintot fordítanak jövőre a teljes oktatási rendszerre. A pluszforrás jelentős hányada a felsőoktatásra jut, mintegy 15 milliárdot fordítanak például egyetemi kutatásokra. Kiemelt cél a digitális írástudás javítása is. A központi régión kívüli iskolák informatikai fejlesztésére 45 milliárd forintot költenek majd. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 7-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk, kezdetben még egy hideg front alakítja a Kárpát-medence időjárását, majd csütörtökön napközben nyugat felől szárazabb levegő áramlik térségünk fölé. Az éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, szorványosan előfordul eső, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, reggelre általában 13 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, eleinte elvétve előfordulhat kisebb eső, zápor. Az északi szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, majd estére mindenütt mérséklődik a légmozgás. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet, hideg fronti hatás van térségünkben. Pénteken túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás és melegszik a levegő. Szombaton a szakadozott felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap, északkeleten, illetve nyugaton van esélye helyi záporoknak. Vasárnap is a jövő hét elején napsütésre és gomoly felhőképződésre is számíthatunk, itt-ott záporral. Kedden azonban több helyütt elered a záporeső, sőt zivatarok is kialakulhatnak átmeneti szélerősödéssel.